Munkások a bálicsi elkerülő út építésénél. Jól látszik, hogy már leaszfaltozták a Petőfi utcai körforgalom utáni szakaszt, azonban egy fontos elemet még be kell építeniük. Erről döntött Pécs gazdasági bizottsága szerdai ülésén. Egy zajvédő fal kerülhet megépítésre, ugye ez az újonnan kiépítésre kerülő bálicsi utat a Petőfi utcával összekötő útszakasz mentén. Ugye ezzel is a zajmentesítés biztosítva lesz, hogy az ott lakókat, illetve a környéken élőket ne zavarja az az esetleges forgalom, amely ugye ezzel az új sokak által várt útszakasz megépülésével esetleg előállhat. A legutóbbi szerződés módosítás szerint november végéig elkészülnek az úttal és átadják a közlekedőknek. Ugye a Bálicsinál az engedélyeztetési eljárás van a folyamatban, ugye de ez magát az utat érinti, ugye az ahhoz kapcsolódó zajvédő fal az tudomásunk szerint egy elengedhetetlen feltétel, hogy ugye végleges használatba vételi engedélyt kapjon ez az útszakasz. Ez azt jelenti, hogy a zajvédő fal kialakítása nélkül nem használhatják a járművek ezt az utat. A magaslati Surányi út befejezése is szerepelt a bizottság előtt. Összesen 58 millió forintot költenek még erre a két útszakaszra. A város abból a kormányzati 1 milliárdos keretből fizeti a munkákat, amit a pécsi utak felújítására kapott.